konyhádon is meggyújtották az első gyertyát a város adventi koszorúján. A gyertyák fényének felragyogásával a harmadik völgységi advent program sorozat is kezdetét vette, és ezzel egy időben a karácsonyi vásár is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt. Bár az időjárás inkább őszinek, mint téleleinek volt mondható, így is sokan voltak, akik kilátogattak az eseményre. Nagyon jó ötletnek tartom, és remélem sokkal többen fognak élni vele, mint ahogy most látom egyelőre. Szerintem az eső sok embert otthon tartott. A felnőttek mellett természetesen a gyerekek körében is nagy volt az érdeklődés a karácsonyi forgatag iránt, akiknek már rögtön az első nap is programokkal kedveztek a szervezők. Nagyon örülünk, hogy megindul a karácsonyi vásár. Szerintem nagyon kellemes, jó kis elfoglaltság. Gyerekeknek is tetszik, szeretnek ide lejárni. Még egy kicsit gyér az érdeklődés, de szerintem majd később még alakul ez a dolog. A már harmadik alkalommal megszervezett Völgységi Advent program sorozaton igyekeznek mindenki számára érdekes rendezvényekkel tarkítani az ünnepi időszakot. Bár a szervezők dolgát a pandémiás helyzet nem könnyíti meg, mégis bizakodnak abban, hogy az érdeklődés csak nőni fog a programok iránt, hiszen elmondásuk alapján az egyik céljuk a programsorozattal az, hogy közelebb hozzák egymáshoz a bonyhádi és a környéken élő embereket. A programokat az önkormányzat és a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház karöltve valósítja meg. A pandémia nehezítette időszakban nagyon kevés lehetőség volt a személyes találkozásra, és a polgármester asszony is a köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy nagyon örül annak, hogy ez a rendezvénysorozat megvalósulhat. 16 órától várjuk szeretettel az érdeklődőket ugyancsak a rendezvénytérre, és akárcsak az első alkalommal, illetve az ezt követő programokon a helyi kézművesek, helyi termelők portékáit lehet megvásárolni, amellett, hogy természetesen kiváló programokkal várjuk az érdeklődőket. Jótékonyság, illetve karitatív célt is szolgál a program, hiszen mind a négy rendezvényen, mind a négy szombaton egyfajta gyűjtés is megvalósul. A közösségteremtés jegyében, vagy amellett karitatív célt is szolgálnak a rendezvények, hiszen mind a négy hétvégén valamely bonyhádi intézmény javára is szervezünk programot. Első alkalommal a Bonyhádi Gondozási Központot támogathatták mindazok, akik az intézmény által készített termékeket vásárolták, és aztán lesz jótékonysági süteményvásár is az Életút Egyesület javára, tehát nem csak a közösségteremtés, hanem a jótékonyság jegyében is zajlanak a Völgységi Advent programjai. A szervezők azt remélik, az időjárás kegyes lesz hozzájuk, és valóban kellemes programok közepette élvezhetik a harmadik Völgységi Adventre látogatók a színes programokat a hátralévő hétvégéken.